Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2023. november 28-án, kedden pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Kiskörösváros képviselőtestülete módosította a város költségvetését. A Kevi Petőfi Sándor általános iskolája idén is csatlakozott a Karitáció Alapítvány csoki gyűjtési akciójához. Kiskörösi KSK U18-as csapata hazai környezetben mérkőzött meg a Kalocsai Gézengúz UKC gárdájával. Kiskörösváros képviselőtestülete november 22-i ülésén módosította a város költségvetését és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletet. November 22-én Kiskörösváros képviselőtestületének ülésén 16 napi rendi pont került a képviselők elé. A testület a második napi rendi pontban módosította a város 2023-as évi költségvetését. A módosítást a költségvetés egyensúlyának fenntartása tette szükségessé. A legfontosabb módosító tényező a közvilágítás korszerűsítésének előirányzatainak a rendezése. 64 millió forint a beruházási kiadások között került el különítésre, ez az első ütemhez tartozó kiadásokhoz. A további ütem kiadásaihoz 252 millió került a tartalékok között el különítésre, ugyanúgy, mint a piacnál a parkolóépítéshez 58 millió forint. Ahhoz, hogy a költségvetés egyensúlya biztosított legyen, szükséges volt csökkenteni a fürdőnél képzett előirányzatokat 120 millió forinttal, illetve szükséges volt megemelni az iparűzési adót 188 millió forinttal. Polgármester úgy nyújtott támogatásokat, ezek kerültek átvezetésre, illetve szóbeli kiegészítés került szétosztásra, amely költségvetési szervekhez kapcsolódóan a finanszírozási kiadásokat, bevételeket érinti, illetve az utak üzemeltetése dologi kiadásairól átcsoportosítás került utaknál a felhalmozási kiadásokra. Ezt követően dr. Turán Csaba jegyző ismertette az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának okait. 2023 évben a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal több célvizsgálatot folytatott le. Az egyik célvizsgálatnak a tárgya az az önkormányzati lakások és helységek bérletére, valamint azok elidegenítésére vonatkozó helyi önkormányzati rendeleteknek a vizsgálata a Vármegyében. A vizsgálat eredményeképpen egy szakmai segítségnyújtást adott ki a kormányhivatal, a lakásrendeletet ennek megfelelően felülvizsgáltuk, apró észrevételek kerültek bedolgozásra, amik inkább ilyen pontosítások és a magasabb szintű jogszabályokkal való összhangbiztosítása céljából voltak szükségesek, főként a elővásárlási joggyakorlása során az eljárásrend került pontosításra. Valamint a hatékony és a jogszerű lakásgazdálkodás biztosítási érdekében indokolttá vált a lakbérek mértékének a módosítása is. A jelenleg hatályos lakásrendelet az elmúlt évek alatt jelentős módosítására nem került sor. A rendelet megalkotása óta a lakbérek mértéke nem módosult. Csak érdekességképpen pár számot, egy összkomfortos lakás havi bérleti díja, még az emelt díjakkal is 19.500 forint per hónap lesz. Tehát én azt nyugodtan mondhatom, hogy a mai lakás bérleti díjak piaci értékéhez képest ez még mindig rendkívül kedvező.
Egy komfortos lakás, az 15.500 forint, én egy 50 négyzetméteres átlaglakásnak számoltam ki a bérleti díját, tehát egy 50 négyzetméteres lakásra vonatkoztam 15.500 forintért, adjuk majd ezeket a lakásokat. A bérleti díjak mértékének emelésével a bérlők terhei valamelyest növekednek majd, melyből az önkormányzat többletbevételt realizálhat, mely többlet az esetlegesen szükséges önkormányzati lakások felújítási munkáira fordítható. A módosított rendelet alapján bevezetésre kerül a lakbérek mértékének 2025-ös évtől való évenkénti meghatározásának lehetősége. Immáron 11. alkalommal indította el karácsonyi csoki gyűjtési akcióját a Karitáció Alapítvány, melynek Bohóc doktorai a kórházakban ápolt gyermekek számára szeretnék megszépíteni az ünnepet. A kezdeményezéshez a Kevi Petőfi Sándor általános iskolája idén is csatlakozott. A Karitáció Alapítvány immáron 11. alkalommal indította el karácsonyi csoki gyűjtési akcióját a kórházakban ápolt gyermekek számára. A tavalyi évben 19.000 tábla csokoládét gyűjtöttek össze a családok, iskolák, cégek, valamint szervezetek segítségével, ezzel mosolycsalva számos kórházban kezelt gyermek arcára a meghitt ünnepen. A nemes kezdeményezéshez idén is csatlakozott a Kevi Petőfi Sándor általános iskolája, a diákok pedig nagy lelkesedéssel vágtak neki az adománygyűjtésnek. Mindennaposan ellenőrizzük a dobozok tartalmát, és számos csokoládét kellett már ürítenünk a dobozokból. A gyerekek nagy összefogással vágtak neki ennek a gyűjtésnek. Van, aki csak egy tábla csokoládéval, míg mások a szülők, barátok és társaik segítségével gyűjtöttek össze csokoládékat, és hozzák be hozzánk a gyűjtődobozokba. Csoki gyűjtő dobozok nem csak a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának intézményében, hanem a gimnáziumban, valamint a Harangvirág óvodában is kihelyezésre kerültek. Az adományozásnál fontos figyelnünk a csokoládék csomagolására, valamint szavatossági idejére egyaránt. A csokoládék esetében fontos, hogy a csokoládéknak a csomagolása sértetlen legyen, illetve a szavatossági időre is figyelni kell, ugyanis 3 hónapnál rövidebb szavatossági idejű csokoládékat nem tudunk eljuttatni az alapítvány számára. Azonban csokoládét nem csak a gyerekek dobhatnak a gyűjtődobozokba. Természetesen szívesen fogadjuk a külsős emberektől érkező csokoládé adományokat, az iskolánkban a tanári folyosójában elhelyezett dobozba helyezhetik el adományaikat. A csokikat december 8-áig lehet eljuttatni a gyűjtőpontokra, amelyeket az intézmény dolgozói átvizsgálnak, majd személyesen elszállítják a Karitáció Alapítványnak, ezzel örömtelibbé varázsolva az ünnepeket a gyógyuló gyermekek számára. November 24-én szervezte meg a Szürke Verebek Jazz Bandája a 2023-as év utolsó jazzklubját, mely során a hagyományokat megtörve egy vendégzenekar is közreműködött. A különleges esemény pedig nem máshol, mint az István Borházban került megrendezésre. Az év során számtalan alkalommal hallhatta a közönség a Szürke Verebek Jazz Bandáját muzsikálni, azonban a zenekar úgy döntött, ideje elbúcsúztatni az aktív évet, így november 24-én megtartotta a 2023-as év utolsó klubestjét. Újdonság lesz a klubban, mert egy jazz történeti utazáson fogunk részt venni. A jazz megelőző korszakból lesz zene. Méghozzá egészen a barokk korból. Tehát barokk zenével kezdünk, és onnan fogunk eljutni a jazzig, a tradicionális jazzig. Méghozzá ugye a friss barokk trió fog játszani, ami kicsit rendhagyó, mert ők klasszikus zenét játszanak, ha nem is mind csak barokk számokat. Viszont ez egy nagyon jó meglepetés lesz, egy nagyon jó kitekintés lesz szerintem. A különleges évzáró est nem máshol, mint az István Borházban került megrendezésre, mely igazán különleges jelentőséggel bír az együttes életében. Annó legalább 20 éve van már szerintem, hogy a jazzklub elindult, valamikor elkezdődött, és az itt történt az István Borházban. Amikor az a helyiség elkészült, akkor nem sokkal utána kipottant egy
emberke a fejéből. Itt van egyébként, nem mi vagyunk, egyébként nem mi alapítottunk, ez az érdekes benne. Tehát ez úgy indult a klub, hogy a szürké verebeket valamelyik első, második, harmadikra nem tudom már, de meghívták fellépni. Tehát egy teljesen önálló klubként tervezték, hogy induljon, csak aztán valahogy itt ragadtunk. Aztán úgy döntöttek, hogy ez nem rossz. Az est vendég fellépője a Friss Barokk együttes volt. A négy tagú fiatal hölgyek alkotta zenekar barokk muzsikát játszik üde frissességgel. Zenéjük műfaját tekintve a jazzklub eddigi vendégeihez képest kakukktojásnak számítanak. A zenekarban hegedűn Szászíné Nagy Judit, zongorán és csemballón Pusztai Virág, fuvolán Szőcsné hegedűs orsolya, csellón pedig László Pianka játszik. Anno, amikor kb. 10 évig volt ezen a helyszínen a jazzklub, akkor volt egy ilyen, kialakult egy ilyen hagyomány, hogy az utolsó klubon, ami általában decemberben volt, akkor nem volt vendégünk. Akkor csak a verebek voltak, csak a klubtagok, meg a vacsora, és csak így együtt így buliztunk egy jó nagyot. És ez most is úgy terveztük, hogy ez így lesz. Csak közben itt én megtudtam, amit a Batyó már régebben tudott, hogy alakult itt egy zenekar Kiskörösön, ahol a négy lány közül kettő az tagja volt régen a szürke verebeknek. A zenekar tagjai elmondták, hogy igazán mozgalmas és eseményekben bővelkedő év volt számukra a 2023-as esztendő, hiszen számtalan alkalommal láthatta őket a kiskörösi közönség színpadon. Azonban most egy kisebb szünetre mennek a zenészek, annak érdekében, hogy jövőre újabb terveket tudjanak megvalósítani a Verébfészek látogatói számára. Ismét megtelt a Petőfi Sándor Művelődési Központ színházterme, hiszen Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjével érkezett városunkban november 23-án a Magyar Zenész Színház. A Magyar Zenész Színház már számtalan alkalommal járt városunkban, hiszen az elmúlt évben a Marica grófnő, a Mária főhadnagy, valamint a Víg özvegy című előadást láthatta a kiskörösi közönség. Legutóbb pedig november 23-án lépett színpadra Kiskörösön a társulat, amikor Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjét láthatta a színház szerető közönség a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A darab több mint 100 éves múltra tekint vissza. Kálmán Imre legeslegíresebb operettje, több mint 100 éves, Hungarikum, és hát a magyar néplélekben eléggé beágyazódott már ez a zene is, meg a szöveg is, és hát maga a történet is. Ha azt mondom, hogy 1954 Operettszínház és Honti Hanna, Feleki Kamil, akkor szerintem mindenki tudja, még a fiatalabbak is, hogy miről van szó. Hát mi is szeretnénk olyan jól eljátszani, illetve hát olyan sikeresen, mint ők eljátszották ezt a darabot. A társulat az 1954-ben Kellér Dezső által átírt változatot vitte a színpadra. A Csárdás királynő sikerességének köszönhetően az operett bejárta az egész világot, melynek kulcsa főként a zenében rejlik. Így tehát városunkban is felcsendültek többek között a Hajmási Péter, Hajmási Pál, a Húzzad csak ki világos virradatig, valamint a Te rongyos élet című dalok legendás dallamai. Azonban Kálmán Imre operettjének sikeressége nem csak a közkedvelt daloknak, hanem magának a történetnek is köszönhető. Idézőjelesen jókor írta, hogy a háború alatt, első világháború alatt írta Kálmán Imre, amikor nagyon nagy szüksége volt a népnek, a lelkünknek arra, háborús lelkületnek arra, hogy kicsit vidámkodjon. Ugyanakkor a Hajmási Péter, Hajmási Pálban azért van egy-két olyan szöveg, ami arra utal, hogy lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér, amikor ugye jegyre adták a kenyeret és stb. És hogy a szőlőt meg nem is lehetett kapni egyáltalán, mert nem tudtak szüretelni, mert háború volt. Úgyhogy erre hajaz ez a dal, és hát dübörgő tapssal fogadta akkor ezt a közönség, és hogy hát ma, hogy van lágy kenyér, meg van szőlő is, még most is azért mond nekünk ez a dallam és ez az operett valami.
A zene mellett a Csárdás királynő sikeressége a szerelmi szálnak is köszönhető, hiszen élete során mindenki találkozott már ezzel az érzéssel. Aki belül egy operetbe is érzi és hallja azokat a konfliktusokat, amit két szerelmes között van. Ráadásul ezek nem csak szerelmesek közötti konfliktusok, hanem társadalmi konfliktusok is, amik ugye például a Csárdás királynőben vannak, hogy milyen nehézségeken, milyen blödségeken keresztül megyünk el odáig, hogy egymásé leszünk, hogy tudjuk átlépni a hiúságunkat például, vagy hogy tudjuk levetkőzni, hogy hiába nem akarjuk azt az illetőt, mégis ott van, és mégis benne van a lelkünkben, és mégis őt muszáj szeretnünk, mert ő az életünk pálya, vagy a lelkitársunk. Úgyhogy lényegében erről szól, és ez meg van támasztva egy olyan muzsikával, Kálmán Imre muzsikával, aki pontosan értette ezt a lelki világot, ezt a szerelmes, mert ő állandóan szerelmes volt. És mind, mikor szerelmes volt valakibe, akkor mindig írt neki egy operettet. A közönség hatalmas tapsviharral köszönte meg a Magyar Zenész Színház előadását, akik legközelebb január közepén érkeznek vissza városunkba egy újabb színvonalas produkcióval. A Csárdás királynőről készült bővebb összeállításunkat pedig a híradónkat követő Petőfi tér című kulturális magazinunkban tekinthetik meg. November 25-én az országos korosztályos bajnokság harmadosztályának D csoportjában szereplő kiskörösi KSK U18-as csapata hazai környezetben mérkőzött meg a kalocsai Gézengúz UKC gárdájával. A küzdelmes találkozó 30-28-as gólarányú kiskörösi győzelemmel zárult. A kiskörösi KSK U18-as csapata az országos korosztályos bajnokság harmadosztályának D csoportjában szerepel. A fiatal gárda legutóbb november 25-én lépett pályára, amikor a bajnokság 10. fordulójában hazai környezetben mérkőztek meg a tabellát vezető Gézengúz UKC együttesével. A kiskörösiek legutóbb vereséget szenvedtek a kalocsaiak ellen, így ennek tudatában készültek a fiúk a mérkőzésre. Tudtuk, hogy nagyon sokan vannak, nagyon sokat tudnak cserélni, ezért próbáltuk végigölni a játékot, hogy ne tudjanak gyorsan leindulni minket, és ne fáradjunk el fizikailag. És hát ez be is jött a végére, mert volt még a végén mindenki beerő, és szerintem ennek köszönhetjük a győzelmet. A küzdelmes találkozó első félidejében végig a vendégcsapat uralta a mérkőzést, így 15-14-es kalocsai vezetéssel mentek pihenőre a fiúk. A második félidőben több alkalommal is növelni tudta előnyét a Gézengúz UKC gárdája, azonban egy hazai időkérést követően csökkentette hátrányát a kiskörösi KSK csapata. Majd a mérkőzés 56. percében sikerült fordítania a hazaiaknak, így 30-28-as gólarányú kiskörösi győzelem lett a találkozó vége. A kapusunk is védett, mi is. Tudtunk gólokat dobni, és a végén volt egy 2 perc a kalocsánál, és ez is nagyon segített. Ezzel a Cinkocki Tibor vezette kiskörösi KSK U18-as csapata megszerezte a győzelemért járó 2 pontot, így jelenleg 18 ponttal a tabella második helyén állnak a 8 csapatos bajnokságban. Harangozó Andor elmondta, hogy az együttes célja, hogy megnyerjék az idei bajnokságot, amelyre nagy esélye van a fiúknak, hiszen csak egyetlen mérkőzést veszítettek el az őszi szezon során. Legközelebb pedig december 9-én lépnek pályára a fiatalok a Dunaújvárosi VKSE otthonában. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Kiskörösváros képviselőtestülete módosította a város költségvetését. A Kevi Petőfi Sándor általános iskolája idén is csatlakozott a Karitáció Alapítvány csoki gyűjtési akciójához. Megtartotta az év utolsó jazzklubját a Szürke Verebek jazzbandája. Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjével érkezett városunkba november 23-án a Magyar Zenész Színház. Kiskörösi KSK U18-as csapata hazai környezetben mérkőzött meg a kalocsai Gézengúz UKC gárdájával. Kedves nézőink, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket! Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, valamint holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Naprakész című műsorunk következik.
ezt követően Petőfi tér című kulturális magazinunkat, majd születésnapi különkiadásunkat tekinthetik meg. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra! Egy jó pizzáért nem kell messzire menni. Az olasz ízek közelebb vannak önhöz, mint gondolná. Scarpetta, ahol érezheti a különbséget. Jöjjön el, nézze meg, hogyan készül az étele. Néhány percen belül már frissen, forrón az asztalán lesz. Scarpetta Pizzeria a Halasi strand nyári bejáratánál. Scarpetta, olasz ízek önhöz nagyon közel.